A SolidWorks sikeres telepítése után keressük meg annak ikonját az asztalon, és kattintsunk rá duplán. Rövid várakozás után a program elindul, és megtekinthetjük a felhasználói felületet. Megérkezett a program, egy üres felhasználói felületet látunk, különösebb érdekességet nem tapasztalunk, azt láthatjuk, hogy egy ismerős környezetben, egy szokásos Windows-os környezetben vagyunk. Van főmenü, legördülő menü, a szokásos file, menüponttal új dokumentum, megnyitás, és így tovább. Illetve van egy mély fő eszköztár, amiben ugyanúgy a az új dokumentum ikonját találjuk, illetve a megnyitást, és hasonló szabványos elemeket. Hozzunk létre egy új dokumentumot. Új dokumentum. A párbeszéd ablakban kiválaszthatjuk a három fő dokumentum típus közül a nekünk szükségeset, alkatrészt, összeállítást és rajzot, műszaki rajzot készíthetünk. Most az alkatrész modellezéssel fogunk foglalkozni, tehát az első lehetőséget kell választanunk. Újabb rövid várakozás után megkaptuk az üres dokumentumablakot. Most azért jóval több látnivaló van a képernyőn. Nézzük, milyen részei vannak a felhasználói felületnek, milyen részei vannak egy alkatrész dokumentum ablaknak. A központi nagy üres terület a rajzterület. Itt fogjuk látni a modellezett alkatrész megjelenését, itt fogjuk tudni körbeforgatni, megtekinteni. Ezzel a grafikus megjelenítéssel egyenértékű a bal oldalon található lista, az építőelemek listája, vagy a SolidWorks szóhasználatával a Feature Manager. Az építőelem lista egyelőre üres, de vannak készen kapott bejegyzések, amik minden alkatrészt jellemeznek. Ami fontos, hogy minden alkatrészhez tartozik három fő sík: a front sík, az elölnézeti iránynak megfelelő sík, a top sík, vagyis a felülnézeti iránynak megfelelő sík, és a right sík, tehát az oldalnézet irányának megfelelő sík. Ezeket koordináta síkokként is tekinthetjük. Szintén minden alkatrésznek része a három fő sík közös pontja, az origó. A rajzterület körül eszköztárakat találunk. A szokásos elrendezés az, hogy a rajzterülettől jobbra találjuk a sketch, tehát a vázlatkészítés eszközeit. A rajzterülettől balra találjuk a features eszköztárat az építőelemek létrehozásának eszközeivel. Ha nem ezt a felületet látjuk, akkor lehet, hogy a menüszalagos elrendezést látjuk. Ha váltani akarunk a különféle elrendezések között, akkor az eszköztárak területén, tehát a rajzterületen, a Feature Manageren kívül kell a jobb egérgombbal kattintani, és a Command Manager lehetőséget választani, vagy éppen a Command Manager-t kikapcsolni. A későbbiekben, a prezentációk során én ezt a klasszikus elrendezést fogom használni. Ha valamelyik eszköztár hiányozna, akkor szintén a rajzterületen kívüli jobb gombbal kattintva kiválaszthatjuk a lehetséges eszköztárak közül a nekünk kellőt. Győződjünk meg róla, hogy be van kapcsolva a Features eszköztár, illetve a Sketch, itt található. És ajánlatos bekapcsolni a Standard Views eszköztárat, ami nekem itt a rajzterület fölött található. Ugyanúgy a szabványos elrendezésnek része a rajzterület felső sorában, a felső szélénél található úgynevezett Head-Up Display, ahol a nézetbeállítási parancsokat találjuk. És nagyon fontos, hogy a rajzterület alatt fogjuk látni az állapotsort, ahol információkat kapunk a modellezés pillanatnyi állapotáról, ezen a területen is kommunikál velünk a program.